Pakolyó! Pátó tojása. Ha-ho, Pátó! Tű, hát ez meg mi a csuda? Megmondjátok Pátónak, hogy mi ez? Ez egy tojás, Pátó! Egy nagy tojás! Úgy bizony, jól mondjátok, ez egy tojás. Csodálatos! Aha, ha-ho, Pokolyó! Ahó. Labda! Labda? Ajaj, de hát ez... Ne, Pokolyó, ez nem az, aminek hiszitek. Tudjátok, ez nem labda. Amit Pátó elvitt, az egy tojás. És ezzel a tojással nem sokára történik valami. Ki kell belőle valaki? Ugye már értitek, miért olyan fontos Pátónak ez a tojás? Ajaj, itt az idő. Ez... Ez egy pók. Úgy látszik, a tojásokból nem csak kis kacsák kelhetnek ki. És egyesek félnek a pókoktól. Még a babapókoktól is. Sajnos, babapók, azt hiszem, Pátó megijedt tőled. Pátó, nem olyan rémisztő ez a babapók. És úgy látom, megszeretett téged. Itt van Pokolyó és Eli. Ahó! Hajaj! Szerintem még mindig félnek a kis póktól. Azért nem akarnak játszani veled. Baba pók, Pátó papa játszani szeretne valamit. Azt szeretné, ha megszámolnád az összes követ, amit itt találsz. Pátó, most már mehetsz játszani Pokolyóval is Elivel. Ó, babapók talált egy követ. Pátó papa azt mondja, számolj csak tovább. Megmondjátok Pátónak, mit szeretne Pók baba? Labdázni szeretne! Játszani! Úgy bizony, igazatok van, játszani szeretne. Ahó, Szundi madárka! Oh.
Ajjaj. Pato azt mondja, fogd a ceruzát és színezgess, babapók. Mi ez? Megmondjátok Elinek és Pokolyónak, kirajzolta nekik ezt a gyönyörű képet. Apók! Babapók! Úgy bizony. Ó, de aranyos! Tudtam én, hogy amint megismeritek egymást, azonnal jó barátok lesznek. Éljen, Pato! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Pato zuhanyozik. Ó, nézzétek, itt van Pato! Ahó, Pato! Mik ezek? Szappan, kefe és egy törölköző. Mit csinálsz velük? Á, szóval zuhanyozni fogsz. Nagyszerű. Ajaj. Mi történt? Eltűnt Pato szappan, a hátkeféje, sőt még a törölközője is. Hogy fog így zuhanyozni? Csendes pihenő Szundi madárra. Fürdősapka. Fürdősapka! Egy baba? Ó. Telefon. Telefon. Szia. Telefon! Ajaj. Jó ét. Látja valaki Pato szappanját? Ott van! Ott a szappan! Ügyesek vagytok! Megtaláltátok! Látja valaki Pato keféjét? Elinél van! Elinél van a kefe! Mi az ott a rolleren? Az a törölköző! A törölköző! Ajjaj, Pato nagyon mérges, hogy elvettétek a holmiait. Polipodja! Polipodja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék. Az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, ugráljatok! El
Ez az Ugráljatok! Buli mondja, tapsoljatok! Gyerünk, tapsoljatok! Ez az Tapsoljatok! Buli mondja, pörögjetek! Pörögjetek! Nagyon jó! Buli mondja! Ennyi volt! Ajjaj! Pátó hátkeféje! És szappanja! Pátó, a szappanod... itt van! Pátó kéri a hátkeféjét. És kéri a törőközőjét. Éljen a fürdés! És a törőközés! Énekeljünk! I take a shower, wearing my shower cap. I use the soap and then the brush. I take a shower, wearing my shower. I use the soap and then the brush. And when I finish, I use the towel. And when I finish, then the phone rings. I use the towel. Then the phone rings. I use the towel. I use the towel. Then the phone rings. Ha ha ha!
baráti csetepaté. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Ó, és ha-ho, Pato! Te is itt vagy! Ezt nevezem együttműködésnek! Pokolyó dobálja fel a téglákat, Pato pedig a helyükre rakja őket. A csapatmunka mindig nagyon hasznos. Fantasztikus építmény! Kitalálja valaki, hogy mit épít Pokolyó és Pato? Várat! Várkastélyt! Úgy bizony! Ajaj, Pokolyó! Most mi lesz? Patónak szüksége volna még egy téglára, de te már az összeset felhasználtad. Ó, Pokolyó, szerintem ez nem olyan jó ötlet. Pokolyó, Pato! Semmi okotok arra, hogy haragudjatok egymásra. Senki sem tehet róla. Pato szeretett volna még téglákat, és Pokolyó csak segíteni akart neki. Ugyan már, béküljetek ki. Ne! Pokolyó, Pato! De jó, megjött Eli. Ő talán majd elsimítja ezt a nevetséges civakodást. Nézd csak, Pokolyó!
Hát ez tényleg nehéz helyzet. Meg tudjátok mondani Pokolyónak és Pátónak, hogy Eli szerint mi a megoldás? Legyetek barátok! Barátok! Szerintem Pokolyó és Pátó most megtanulta, hogy barátkozni sokkal, de sokkal jobb, mint haragudni. Éljen Pokolyó és Pátó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pátó nappalia. Ahó, Pátó! Tyű, de gyönyörű a nappalid. Van kanapéd, asztalod, szőnyeged és tévéd. Csodálatos! Nocsak! Itt vannak a barátaid. Hau, Pátó! Pátó, ez nem volt szép. A Mars Fivérek műsora. Tévé. Rádió. Rádió, 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 rádió. Rádió, ez egy rádió. Telefon. Pattogatott kukorica. Az finom. Háó! Pátó, itt vannak a barátaid. Hol van Valentina? Az asztalon van. Hol van Pokolyó? A kanapén. És hol van Lula? A szőnyegen. A szőnyegen van. Úgy bizony. Színkerék. Üdvözlök mindenkit a játékban! No, lássuk, a mai színünk a... Lila! Jól van, keressetek valami lilát! Nyomás! Valami lilát...
Jól van. Hadd nézzem a képeiteket. Egy lila labda. Egy lila ernyő. És egy lila pohár. Jó, keressetek még lila dolgokat. Egy lila autó. Pompás. Egy lila padlizsán. Nagyszerű. És ez? Tudjátok, mi ez? Egy űrlény! Egy lila űrlény! Egy lila űrlény! Éljen a lila! Pato, ez nem szép tőled, ők a barátaid. Vajon hol vannak a barátaid, Pato? Szomorkodnak. Pokolyó, Pato azt szeretné, ha leülnél a kanapéra. Igen, Lula, te ülj a szőnyegre. Valentina pedig az asztalra ül. De jó. Most mindenki együtt nézheti a tévét. Énekeljünk! Welcome to my living room, my friends have come to be here with me. We all watch the TV, one sits on the table, one lies on the rug, some sit on the sofa. Gonna be Oscar, Sunyeg, Lily, Telephone, Radio. Some sit on the sofa, one sits on the table, one lies on the rug, we all watch the TV. Pátóval. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha-ho! Vajon ki lehet az? Pato! Ajaj! Pato azt mondja, elutazik, de otthon felejtette a bőröngyét. Pato azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy szüksége volna a bőröngyére. Elviszem! Remélem elérik a gépet. Pokolyó meséi. Ha-ho, Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangya, aki elment a tengerpartra. Szeretem a tengert! Repülőre ült. Aztán hajóra. Aztán motorra. De amint odaért, hiányozni kezdett neki a barátja. Olyan magányos vagyok. Ezért felhívta a barátját, a dinoszauruszt. Játszol velem! Így hát a dinoszaurusz repülőre ült, aztán hajóra,
aztán motorra. Mikor aztán megérkezett a tengerpartra, csúda jól érezték magukat a hangyával. Vége! Ugye nehéz bőrönddel a kézben sietni? Nagyszerű ötlet, Pokolyó! Busz! Busszal is mehettek. Megmondanátok Pokolyónak, mi az? Ez a busz! A busz! Úgy bizony, ez a busz. Így sokkal gyorsabban odaértek a repülőhöz. Nagyszerű ötlet, Eli. Mehettek vonattal. Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy mi ez? A vonat! Ez a vonat! Ez a vonat! Számolós D! Egy! Kettő! Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pató már tudja, mit rendel. Három szendvicset. Nagyszerű. Három szendvics. Ajaj, akkor mit szólnál mondjuk inkább három almához? Három alma. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Három szív. Úgy bizony, három. Úgy látszik, Pátó még mindig várja a bőröngyét. Tyű, megérkezett éppen idejében. Napszemüveg? Ajaj, Eli mérges. Utazott buszon, aztán vonaton, rohant a repülőhöz, hogy elhozza a napszemüvegedet. Pátó azt mondja, hogy ne haragudjatok. Nézd, ti is vele utazhattok. Utazni csuda jó, de barátokkal utazni még jobb. Énekeljünk! Utazás! If you travel on a bus, if you travel on a train, if you fly on an aeroplane, always take your suitcase. Good.
Pató a postás. Itt van Pokolyó és Pató. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Ugye ma egy képet rajzolsz, Pokolyó? Ó, de szép! A kép Pokolyót és barátját Elit ábrázolja. Szerintem ezt Eli is szeretné látni. Ugye milyen jó lenne, ha el tudnád küldeni neki? Ha volna valaki, aki elvinné Elinek. Igazából olyas valaki kellene, aki szívesen lenne postás egy napig. De vajon ki szeretne itt postás lenni, Pokolyó? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy ki lehetne a postásunk? Pató! Postás Pató. Igen, és szerintem nagyon szeretné megkapni ezt a munkát. Hát, akkor indulj is. El kell vinned a küldeményt, postás Pató. Pató már viszi is az első fontos küldeményt Elinek. Hosszú az út, igaz, Pató? Ügyes vagy, Pató! Kézbesítetted az első küldeményt. Igen, de szép! Hamarosan kapsz egy második küldeményt is. Most egy levelet kell elvinned Elitől Pokolyónak. Jó móka ez a postáskodás, igaz? Pokolyó, ugye milyen izgalmas válaszlevelet kapni? Azt mondják, ha levelet akarsz kapni, akkor legjobb, ha te is küldesz egyet. És minél többet küldesz... Ó, Pokolyó! Ha ennyi levelet elküldesz, akkor biztos, hogy sok választ kapsz. Szerintem Pokolyó ma már nem akar levelet küldeni, Pató. Csak egy csomagot. Ó, ne, Eli. Hát ez egy jó nagy csomag. Szerintem a címzett Pokolyó. Pató, ez még egy olyan kiváló postásnak is nehéz, mint amilyen te vagy. Vajon mi lehet egy ilyen hatalmas dobozban? Majdnem olyan nagy, mint Eli. Sőt, a hangja is olyan. Újabb küldemény Pokolyónak! Szerinted mi van a dobozban, Pokolyó? Jó ötlet, Pokolyó. Megkérdezzük a barátainktól. Szóval... Kitalálja valaki, hogy mi van ebben az óriási dobozban? Eli! Csí,
Ja, Eli személyesen. Szerintem a füle árulta el, igaz? Ajaj, Pato elég dühösnek tűnik. Nézd csak, Pato! Szerintem van itt még egy küldemény. Úgy tűnik ez egy különleges küldemény. De vajon ki a címzett? Pátói, a nagyszerű postásé, és még nagyszerűbb baráté. Éljen Pato, éljen Eli, éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Én Patom. Nézzétek, Pokolyó és Eli. Ahó, Pokolyó! Ahó, Eli! Ajaj, úgy látom, veszekszenek. Mi ez? Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy mit hoz Szundi madárka és Valentina? Hoznak. Úgy bizony, ezek ajándékok. Ma van Pátó születésnapja. Jaj, nehogy azt mondjátok, hogy elfelejtettétek. A te hibád. Na, senki sem tehet róla. Gyerünk, ünnepeljük meg a szülinapost. Nézd! Boldog szülinapot! A barátaid nagyon izgatottak a szülinapod miatt, Pátó. Nézd, Szundi madárka ajándékot is hozott neked. Virágok! Ó, de gyönyörűek! És nézd, Valentina is hozott neked ajándékot. Egy... követ? Ez csodálatos. Milyen figyelmes ajándék, Valentina. Hé, két kacagós. Valentinának legalább eszébe jutott, hogy ajándékot hozzon. Mi az, Eli? Te is hoztál valamit Pátónak? Ja, értem. Te a délutánt rendezel Pátónak a születésnapján. Boldog szülinapot! És nézd, Pátó, Pokolyótól is kapsz ajándékot. Jaj, ne! Kidurrant Pátó új labdája. Ó, Eli! Pokolyó, mit csinálsz? Boldog szülinapot! Pato! Pato! Mi ez? Egy ketrec? Boldog szülinapot!
Eli, hála az égnek, kiszabadítottad Pátót a ketrezből, így most végre megünnepelheti a születésnapját. Hol van Pátó? Pátó jéggé fagyott. Ajaj. Szerintem Pátó nem mulat valami jól. Pokoljon, ne! Ó! Oh! Ajaj, úgy látom, Pátónak elege lett a veszekedésetekből. A te hibád! Eli, pokoljó, egyáltalán nem figyelnek rá. Talán akkor ide figyelnek, ha együtt kérjük meg őket, hogy ne veszekedjenek. Mehet? Egyetek már! Pátó elmegy, mert folyton veszekedtek. Mi lenne, ha kezet fognátok és kibékülnétek? Barátok! Na így már, mindjárt más. De Pátót vissza kell hoznotok. Pátó, ugye igazából nem hagysz itt minket? Jaj, ez borzasztó. Pátó, szépen kérlek, ne menj el! Mihez kezdenénk nélküled? Tűha, hiszen ez nem egy elutazós busz, Pátó, hanem egy szülinapi bulibusz. Pátó! Szerintem Pokolyó azt szeretné, ha mindenki boldog szülinapot kívánna Pátónak. Gyerünk! Boldog szülinapot, Pátó! Éljenek a szülinapok! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pátó festményei. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ellinél egy vödör van? Á, értem. Egy képen dolgozik. Elég furán fest. Mi az? Majom. Majom hangot hallasz? Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy ez tényleg majom-e? Nem, ez nem majom. Ez szundi madárka. Úgy bizony, ez nem majom, hanem szundi madárka. És nézzétek, ő is fest. Tűha! És Polip is egy festményt készít. Mit festesz? Ó, még nem tudod. Értem. Pátó, te nem festesz valamit? Talán igen, talán nem. Úgy látszik, Pátó nem tartja jó játéknak a festést. Aha, ideje megrendezni a nagy kiállítást. Szundi madárka már hozza is a finomságokat. Nyam, de jó! Tű, itt van Eli festménye! Szerinted milyen, Pokolyó? Gyönyörű! Nagyon erős! Ah,
ez meg biztos Szundi madárka festménye. Mi az, pokolyú? Azon gondolkozol, milyen szavak illenek a leginkább ehhez a képhez? Hát persze. Vibrál, életerős, lendületes. Vigyázz, Szundi madárka! Ne izgasd fel magad túlságosan! Á, itt van polip műalkotása. Pokolyó arra kíváncsi, hogy mi akar ez lenni, polip. Á, de értem, igen, igen, igen. Aha, persze. Azt mondja, hogy irka-firka. Ez pedig Szundi madár festménye. Mit gondolsz, Pokolyó? Őszinte, igaz? Alvú. Pato, végül mégis úgy döntöttél, hogy festesz valamit? Megnézhetjük? De mi? Pato, ezt te festetted? Hogy több is van? Tűha! És van még? Hadd nézzük! Ezeket mind te festetted? Csodálatosak! Festenél most nekünk is egyet? Kérlek, Pátó, annyira szeretnénk nézni munka közben. Ugye ti is szeretnétek látni, hogyan fest, Pátó? Igen! Fess egy képet, Pátó! Nincs hozzá megfelelő anyagod? Az nem gond. Parancsolj, egy szép fehér vászon. Szomjas vagy? Parancsolj. Jól van, Pato. Készen állunk. Kápráztass el minket. Ajaj. Pato, nem te festetted azokat a képeket, ugye? Jól van. Elmondom most, mit csinálunk. Először is visszavisszük a képeket oda, ahonnan hoztad őket. Nagyszerű. Itt egy szép üres vászon. Próbáld meg. Jól van. Nem szeretsz festeni. Akkor mit szeretsz? A virágokat. Igazad van, csodaszépek. Mi lenne, ha lefestenéd őket? Nem? De hát nincs mitől félned. Nézd, Pokolyó rajzolt egy gyönyörű virágot. Pato, ez az! Festettél egy igazi festményt! Méghozzá egy kitűnő képet. Ez csodálatos! Ugye örülsz, hogy megpróbáltad? Éljen, Pato! És éljen, hogy belevágunk az új dolgokba is! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Űrutazás. Ha-hó, gyerekek! Ha-hó! Mit csináltok? Rakétát! Gyű! Rakétát építetek? Miért? Mi az, kis űrlény? Ó, visszamész a bolygódra? Nagyszerű! Úgy látom, kilövésre készen állnak. Visszaszámlálás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kilövés. Gyű! Ez nagyon izgalmas! A
Pató professzor. Újra részt vehetünk Pató professzor óráján. Osztály, figyelem! Ma a világűrről fogunk tanulni. Ez a nap. A nap. És ez a hold. A hold. Bolygók. Ezek bolygók. És csillagok. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Megmondanátok Szundi madárkának, mik azok? Csillagok! Azok csillagok! Ó, úgy látom, a haragos űrlény mondani szeretne valamit. Csillagok! Nagyszerű! Mindannyian tanultunk valamit a világűrről. Pató professzor előadását hallottátok. Sikerült, Pokolyó! Felrepültél az űrbe! Állj! Bolygó! Mit gondoltok? Ez egy bolygó? Nem! Ez a nap! Igazatok van! Ez a nap! Te fogsz vezetni, Pátó! De hát... Ez nem bolygó, Pátó. Megmondanátok neki, mi az? A hold! Az a hold! Igen, ez a hold. Nézd csak, kis űrlény! Az a te bolygód? Igen, megtaláltad! Houston, van egy kis gond. És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, fussatok! Ez az, futás! Polip mondja, ne vessetek! Rajta, ne vessetek! Polip mondja, táncoljatok! Táncoljatok! Polip mondja, ennyi volt. Valaki kopog az ajtón. Ó, a kis űrlény szülei. Értem már. Csak játszottatok. Most viszont ideje, hogy a kis űrlény hazatérjen. Köszönjünk el tőle mindannyian. Szia! Szia! Minden jót! Minden jót, papá! A barátaink újra felröppennek az űrbe. Papa! Sziasztok! Énekeljünk! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! Rocket to the stars! Csillagok! Searching for a planet! Bolygó! Flying near the sun! To the star, Chilagos. Searching for a planet, Boygo. Flying.
jó! Mindenki egyért. Ha-hó, Pokolyó! Ha-ha! Mondd, mit csinálsz ma, Pokolyó? Játszom! Játszol? Micsoda nagyszerű ötlet! Na és kivel játszol, Pokolyó? Barátokkal! A barátaiddal, hát persze! Micsoda buta kérdés! Mi ez? Én is hallom, Pokolyó! Szerintem felülről jön. Megmondanátok, hogy ki az ott fönt a felhőn? Szundi madárka! A Szundi madárka! Úgy bizony, Szundi madárka az. Szerintem nagyon jól érzi magát. Tessék, Szundi madárka, mit mondasz? Azt szeretnéd, ha Pokolyó odafönt játszana veled. De Pokolyó nem tud repülni. Szerintem Szundi madárka azt szeretné, ha megpróbálnál repülni, Pokolyó. Ne légy szomorú, Pokolyó. Nagyon jól csináltad. Pato! Igen, ez Pato hangja. Nézzétek! Mi ez a hang? Megmondanátok Pokolyónak, hogy kinek a hangja ez? Lulaé! Lula! Igen, Lula az! Lula, Lula! Na, itt van valaki, akivel játszhatsz végre! Ajaj, egyre bonyolultabb ez az egész. Szegény Pokolyó, úgy látszik nem tud játszani a barátaival.
Végre van itt valaki, akivel játszhatsz. Valentina. Jaj. Ó, pokolyó. Előfordul, hogy a barátaid olyan dolgokra képesek, amikre te nem. De az igazi barátok mindig azt szeretnék, hogy te is együtt légy velük. Na hát, ez furcsa. Mintha te is lebegnél, pokolyó. Hogy lehet ez? Oh, értem már. Éljenek a barátok, éljen pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.